Köszöntöm a kedves nézőket! Ebben a fél évben is elindulnak a szennyi képzések itt Szentendrén, a Szentendrei Aranykor Központban. Vendégem dr. Jászberényi József egyetemi tanár, a Szentendrei Aranykor Központ vezetője. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Mit lehet tudni az idei fél évről, hogyha jól tudom, akkor már összeállt most már a, a program és a menetrend? Igen, hát ö, azt kell mondjam, hogy ez már egy nagyon stabil és biztos sinem megy ez a Szentendré Senior képzés. Most már 16. fél évet kezdjük el, tehát arra törekszünk, hogy amit megszoktak, megszerettek az emberek, azok változatlanul működjenek. Ugyanígy kínálunk március közepétől induló tanfolyamokat, amelyek ezúttal most három helyszínen is, három különböző helyszínen is lesznek Szentendre városában. Egyrészt ugye az Aranykor Központnak az irodájában, kis tantermében, a partmoziban, másrészt az önkormányzat kisházasság kötött termében, harmadrészt a Rákóczi gimnáziumban, sőt még vannak ilyen fizikai foglalkozásaink, amikre a DMH-tól kaptunk meg, nagyon kedvesen az új vezetéstől is, meg a régitől is annak idején kaptuk meg a hely használatát. Ezek tehát a tanfolyamok, ezeket majd később részletesebben is elmondom. A másik pedig az előadás sorozatunk, ami, ami egy nagyon érdekes, nagyon jó témasort ölel fel, és minden, minden az önkormányzat kisházasság kötőjében Nagyjából három hetente szerdánk, 15 órától vannak ezek az előadások. Hogyan álltak össze a programok és az előadások, mi volt a fő cél, hogy mit legyenek benne? Igen, hát amit, amit kedvelnek és szeretnek a szentendreiak, ugye a tanfolyamok azok hét azok alkalomból, a fizikai tanfolyamok azok 10 alkalomból állnak, a, a kedveltek közül gyakorlatilag minden indul, németet két szinten tanítunk, angolt négy szinten tanítunk, két szinten tanítjuk az olaszt, tehát ezek a nyelvi,

Ezen kívül van nagyon-nagyon régóta az első pillanattól kezdve van geopolitika, kurzusunk, ami 16-18-20 fővel elég stabilan mindenfélében megy, ez lesz a kis házasság kötőteremben. Ezen kívül próbálkoztunk egy rekreációs tanfolyammal, egy nagyon kiváló szakértője ennek a területnek tartja ezeket a foglalkozásokat, illetve a fizikai edukáció is nagyon fontos, tehát szenior, örömtánc, aztán van ilyenünk, hogy egyensúlytréning, ezek is elég nagy érdeklődéssel zajló tanfolyam. Folyamok, és természetesen ami, ami nagyon fontos, hogy a Rákóczi Gimnáziummal az első pillanattól kezdve nagyon jó együttműködésünk van, és most ugye kezdő és haladó számítástechnikát is hirdetünk, és már ugye megindultak a jelentkezések, úgyhogy azt mondhatom, hogy már nincsen tanfolyam, ami nem indul el, már csak a létszámok fognak bővülni. Miért tartották fontosnak, hogy az, az informatika ilyen kiemelkedő szerepet kapjon, nyilván a digitális és az információs korvilágában? Igen, hát elsősorban erre az a válasz mert mert az idősek közül most már nem nagyon van olyan ember, akinek ne lenne valamilyen okos eszköze, illetve ne lenne egy olyan számítógép, ami vagy asztali, vagy pedig valamilyen laptop, vagy notebook, vagy egyebek. Most ezeket ugye azért el, első körben alapszinten kell megtanulni használni, tehát hogy ne ijedjek meg attól, hogy egy, egy e-mail címet be kell jegyeznem, vagy, vagy valamit meg kell keresnem, és azt lehetőleg hatékonyan el tudjam végezni, vagy mondjuk tudjak rendelni vásárolni a, különböző internetes oldalakról. A második szintje viszont már az, amikor táblázatokkal, foglalkozunk, szövegszerkesztővel foglalkozunk, megismerik a vírusvédelmi programoknak az alapjait, tehát az már egy következő szint, és időnként felmerül a hallgatókban az a kérés is, hogy esetleg egy, még egy szinttel följebb jussanak a képzésben, ez nagyjából két-három évente szokott történni, de akkor azt mi itt szinten tudjuk a számukra biztosítani. Úgyhogy ez a digitális kompetencia erősítése szempontjából van, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ez nem úgynevezett intergenerációs képzés, amit nagyon sokszor az ország különböző pontjain, főleg EU-s pénzekből hirdetnek, ahol mondjuk 15 és 64 év közötti emberek ülnek vegyesen egy tanteremben. Én nem is nagyon hiszek abban, hogy az túl hatékony lehet az idősebbek számára, illetve hát az, hogy 64 fölött pedig rengetegen vannak, akik szintén szeretnék megtanulni ezeket a dolgokat. Még amit kihangsúlyoztunk, az az idegen nyelv, és most már három, három nyelvet is tanulhatnak. Ez eddig is így volt, és Mit kell tudni. Igen, hát ez a különböző fél években különbözőképpen alakult. Volt olyan, amikor, amikor spanyolt is tanítottunk, volt olyan, amikor latint is tanítottunk. Tehát ez mindig az igényekhez mérten alakul, viszont azt hiszem, hogy nagyon kiváló és egyébként Szent és Szent közelében élő tanárokat sikerült találnom. Tehát erre a három, három, nyelvre azt hiszem, hogy nagyon stabil és nagyon biztos a gárda. De általában is elmondhatom, hogy egy nagyon jó tanári gárdával dolgozom, mert a, a mozgásprogramokon például a Novák Mária az nekem a, tulajdonképpen az egyik legjobb tanítványom, azt lehet mondani, és rengeteg helyszínen tart mindenféle örömtáncot, egyensúlytréninget, zumbát, stb. 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 Tehát ő ebben gyakorlatban is benne van, sőt ebben a ebben a fél évben jelent meg neki egy könyve, ami az időskori mozgás formákról szól. Úgyhogy azt hiszem, hogy a lehető legjobb oktatót találtuk, s ráadásul ő Szentendrénél. Az idegen nyelvvilága ismét egy új terület. Mennyire, mit vesz észre, mennyire állnak elébe örömmel ennek a kihívásnak az idősebbek? Ö, általában akik jelentkeznek, itt most arra gondoljon, hogy, hogy a teljes képzési fél évre, tehát minden tanfolyamra összesen, geopolitika torna minden, együtt vagyunk nagyjából 120-150-en. Ebből viszont nagyjából 70-80 is van a nyelvi képzés. Ezek nagyon különböző motivációval jövő emberek, van, aki tanult a középiskolában, és most szeretne, szeretne folytatást. Van, aki egyszerűen azt érzi, hogy abból a nyelvből semmit nem tud, és nagyon kínos, mert szeretne olvasni dolgokat, vagy filmeket nézni, vagy ilyesmi. És van az a csoport, amelyik egy ilyen pragmatikus csoportnak is nevezhető, akiknek a rokonai gyerekei nem egyszerűen külföldön vannak, és meglátogatja őket, és azt mondja, hogy hát nem tudok egy szót se szólni olaszul, pedig Olaszországban élnek a gyerekek, vagy angolul, mert ugye Angliában, Élnek. Tehát ez a gyakorlati csoport, ezek is körülbelül mindig 20 ember legalább van a 80-ban, aki ilyen szempontból jön. Tehát azt kell mondjam, hogy a, a nyelvoktatás motiváció nagyon változatos, és nagyon mások a tanulási tempók, a tanulási szintek, tehát ezek a kurzusok, hát igazából nem is annyira a belemélyedésnek, hanem inkább a, a csinálásnak, a ráirányításnak a, az eszközei, de annak mindenképpen hatékonyak, azt gondolom. Most ezekről az elméle, ebből az elméleti tanteremből egy kicsit mm. látogassunk át a, a mozgáskultúrát mm. és a testet fejlesztő egyéb fizikai előadásokra, illetve órákra, azokra mit lehet tudni? Igen, hát két ilyenünk van, ami, ami nagyon fontos. Az egyik ugye az egyensúlytréning, a másik a szenior örömtánc,

Ahogyan mondtam is, most már évek óta nagyon jó az együttműködésünk a Dunaparti Művödési Házzal, aztán nagyon szép tornatermet megkapjuk pénteken erre a két foglalkozásra. Ezek tíz alkalomból állnak, és a senior örömtánc az egy hagyományos táncos foglalkozás. Az egyensúlytréninget viszont a Novák Mária saját maga alakította ki, ami kifejezetten arra szolgál, hogy az ember biztosabban, nyugodtabban, határozottan közlekedjen a, a terekben. S ha már említettem a DMH-t, meg a DMH-val való jó együttműködés. És hadd ne hagyjam ki azt, hogy, hogy a a választások után gyakorlatilag ugyanolyan folyamatossága volt az új önkormányzattal is a szenior képzésnek, nem ismerült fel egyébként más, tehát az első pillanattól kezdve ők azt mondták, hogy nagyon jónak tartják ezt a dolgot, és nagyon fontosnak érzik. Ez nem is meglepő, hiszen Szentendrén mi aztán mindenféle gondolkodású, érzésű, vallású, politikai nézetű embert már tanítottunk. Ugye a 16 fél év óta megy a képzés, gondolja el, hogy, hogy fél évente 120-150 ember, ebben van rengeteg ismétlődés, de hogyha csak azt számolom, hogy minden fél évben van 80 új, akkor is egy nagyon magas szám jön ki arra vonatkozólag, hogy, hogy több mint, jóval több mint ezer szenior tanítottunk már itt Szentendrén. Ha már itt tartunk, a visszatérünknek, miben nyújthat újat és hogyan fejlődhetnek tovább, és mennyiben más ez az újrakezdőknek, vagy az újonnan érkezőknek? Igen. Hát gyakorlatilag aki újonnan jön, az úgyis, az, az úgyis saját magát, illetve a tanárok segítségével mi felmérjük, hogy mit tud például nyelv aki viszont már régóta jár, az végigjárja mondjuk a nyelvnek a négy szintjét angolból, vagy bejön arra a geopolitikára, ami minden alkalommal más, vagy bejön arra, arra a tornára, amiben folyamatosan fitten tartja magát. Tehát igazából itt mi nagyon-nagyon abban, abban, vagyunk érdekeltek, hogy egy folyamatos tanulási programunk legyen, és ezért ezeket az előadásokat, amikről beszéltünk, ugye, amik, amik, közül az első február 26-án szerdán lesz, ezeket is mindig megújítjuk. Ezek az előadások ingyenesek, a kisházasság kötő teremben lesznek ezek az előadások, és most egy nagyon kiváló előadással kezdjük, ugye ahogy mondtam is február 26-án 15 órától a Bakos Attila nevű e kollégám, barátom, aki három évet élt kint Indiában, és amikor hazajött, akkor alapítója volt az édesvíz kiadónak, nagyon kiváló keleti szakértő, szert az országban tart buddhizmusról, hinduizmusról előadásokat. Ő fog most a keleti filozófiák és az öregedés címmel egy szerintem nagyon kiváló előadást tartani. És a következő témák is fantasztikusan érdekesek, mert lesz egy ilyen, hogy az iszlám és a tudomány, lesz egy ilyen, hogy kiberhadviselés, lesz az én előadásom az öregedési folyamatok és a művészetterápia. Itt hangsúlyozni szeretném, hogy én nem, nem pszichoterapeuta és nem, nem pszichiáter vagy pszichológus vagyok. A gerontológiai kutató viszont, viszont alkalmas arra, hogy átlássa, hogy az idősnek melyik terápia típus lehet jó. Tehát én nem, nem ebben az előadásban nem egy terápiát fogok gyakorolni, hanem elmondom, hogy ki mit válasszon a lehetőségek közül. Én abszolút mélyen hiszek abban, hogy a a gerontoedukáció, az idősoktatás, az arra jó, hogy tereljük az embereket különböző szakemberek felé. Itt hát akkor ez az előadás is csak egy útmutatásból fog állni, és akkor... Az én ő... előadásom általában ilyenek, amikor pszichológiai, pszichiátriai tárgyú témát választok, mert a a terápiás részt azt meghagyom a szakértőknek, akik ugye ilyen jellegű diplomával rendelkeznek. Nekem viszont nagyon fontos szerepem van, mert a, a, a vasúton is, amikor a váltó működik, akkor arra, mennek a, arra mm. mennek a vonatok, tehát tudom őket terelni különböző irányokba, hogy aztán a megfelelő szakemberek, ha baj van, vagy segíteni kell, akkor tudjanak segíteni. Ilyenkor mennyire magabiztosak és mennyire ismerik fel a helyes utat? Hát én azt hiszem, hogy a és környéki idősekre egy teljesen más jelzősor illik, mint nagyon sok más területen élőkre. Szentendrén itt rengeteg, sokkal, sokkal, sokkal több a diplomás ember, aki az életében is nem egy esetben például gyakorlatban tanított vagy kutatott. Tehát ezek az emberek, ezeknél az embereknél csak igazából egy lámpát kell gyújtani, és aztán ők azon az irányon elindulnak. Hát nyilván azokban a régiókban, ugye mi 57 helyszínen vagyunk, és 6200 szeniort oktatunk, sőt most a tegnapi nappal már hat új helyszínünk jelent meg Komárom megyében, tehát hogyha ezt is belevesszük, akkor nagyon sok olyan helyszín van, ahol alapvetően el kell magyarázni azt is, hogy hogyan legyünk tudatosak. Szerintem az emberek tudatosak az idősek, nagyon jól válogatnak a programok között, és nagyon sok program van a városban. Itt inkább abban kell segíteni, hogyha problémája van, akkor, akkor hogyan tudjuk őt tájolni. Ennyire differenciálhatóak a területenként a csak Egyértelmű, hát ugye a, a, és ez nyilvánvalóan a, a régióknak a, az anyagi helyzetétől is függ. Ugye a Szentendre Magyarországot tekintve is egy kiemelt régió anyagilag is. Hát mi olyan településeken is dolgozunk, ahol képtelenség volna fizetős tanfolyamokat hirdetni. Ott azokon a helyeken általában a helyi önkormányzatokkal, vagy a megyei önkormányzatokkal kötünk szerződést, hogy a bejövő hallgatók ingyen tanulhassanak. Úgyhogy ekkora a különbség. Április 29-én lesz a tervezetten az utolsó előadás, ez miről fog szólni? Igen, hát a, a, itt ugye az is nagyon fontos, hogy az előadók között megint két Szentendrei van, ugye én az egyik, a másik pedig Zelena András barátom, kollégám, aki a, aki a Gazdasági Egyetemen tanszékvezető, a kommunikációs tanszékem. Nagyon régóta foglalkozik a egészségügyi kommunikációval, rengeteg publikációja van ebben a témában, és itt a magány oldására ő is a <kül> hozzám eh, lámpákat gyújtunk, meg utakat mutatunk. Ő sem megy bele részletesen abban, hogy mondjuk a kutyaterápia hogyan alakul egy idős ember életében, vagy mondjuk a különböző nyugdíjas körökkel való kapcsolatban, mentál mentálhigiénésen az hogyan segít, de ezeket így felteszi a palettára, és aztán az emberek maguktól választanak. Ilyenkor ez egy-egy ilyen előadás biztosan új gondolkodásmódot is mutat ezeknek az embereknek, hogyan tudnak önökkel kapcsolatba lépni, vagy utána újabb kérdéseket feltenni. Nyilván azt említett, hogy egy szakember felkeresése is lehet a mód. Igen, egyrészt ez, másrészt pedig az, hogy, hogy, ugyanígy az előadások után nekünk mindig van lehetőség arra, hogy kérdezzenek, az előadók megadják az e-mail címeiket, nem egyszer ugye eljutnak ezek a kérdések, sőt nem egyszer előfordul az, hogy itteni, itteni televízió felvétel vagy tudósítás után kapunk e-maileket. Tehát nagyon érdekes az, hogy az idős korosztály az intenzívebben nézi azokat a tévéket is, amelyek lokálisak, tehát ezek, ezekből is forrásként tudnak értesülni az eseményekről minden előadásban azt vettem észre, hogy van egy olyan kulcs szó, ami nem csak ezt a csoportot, hanem akár más korosztályt is igazán érinthet és érdekelhet. Itt például most az utolsó, nem kell messzire mennünk a magány, vagy pedig egy jogi esetek, és nem csak a szenioroknál, mm. hanem mondjuk a fiataloknál is lehetnek ilyenek, vagy például ezek a kultúrával kapcsolatos, vagy kiber hadviselés témák. Más is bemelt ezekre az előadásokra tájékozódni? Igen, ezt nagyon köszönöm, hogy mondja. Ugye a, a tanfolyamainknál, kurzusainknál van ez az 50 pluszos határ, de ha valaki 49 éves és nagyon szeretne jönni, az is jöhet. Az előadásokról viszont egyáltalán nincsen határ. De az előadásokon volt olyan, hogy ott volt mondjuk egy 12 éves gyerek a, a nagyszülővel, mert a 12 éves gyereket is érdekelte, hogy hogy ne legyen internetfüggő. Tehát nagy szeretettel várunk mindenkit a kisházasságkötő teremben rendezendő előadássorozatunkra, mert itt mind-mind-mind olyan témákról lesz szó, amik minden korosztályt érintenek. Amikor mi legutoljára már, mint a TV járt ezen egy ilyen előadáson, meg volt telve a terem, mm. sőt, még székeket is kellett bevinni. Milyen érdeklődésre számítanak az ideit? Ez nagyon, nagyon hullámzó, ez témától is függ, meg előadótól is függ. Mi mindenképpen szeretnénk, és meg, meg is tettük olyan előadókat hozni, akik, akik nagyon érdekes és nagyon jó előadásokat tartanak. Tehát aki eljön, az biztosan nem fog csalódni. Olyan előadásunk nem volt, ahol három-négy fő volt mindig volt legalább 7-8 minimum, de a nagyon sok előadásunknál, amit ön is említ, volt olyan 40-en, 50-en is voltak. Tehát inkább nekünk legyen gondunk, meg a szervezőknek az, hogy pócékezni kell, mint sem, hogy, hogy esetleg kevesen vannak. Úgyhogy én azt mondom, hogy bátran jöjjenek, érdekes dolgok lesznek, jó előadók, rutinos szenior előadók, akik értik az idősek nyelvét, úgyhogy mindenkit immár 16. fél évünkben szeretettel várunk. Mi a helyzet azokkal, akik esetleg a környékről szeretnének érkezni? Fontos, hogy csak Szentendrei lehet, vagy pedig lehet környező Nem. településekről? Nem, egy nagyon komoly központ itt, kulturálisan, közéleti szempontból, minden szempontból. Tehát mi sohasem húztuk meg azt a határt, hogy csak Szentendreiek jöhetnek. Ennek következtében Leányfaluról, Kisorossziból, Pócsmegyerről, Pomázról is járnak át hozzánk hallgatók, Lányfaluról is, és sőt ugye az előző volt Lányfalui Szenior Akadémiánk is, ezt most szeretnénk majd a továbbiakban újra, újra, felújítani. Tehát mi nyitottak vagyunk a környék hallgatóira, sőt nem egy esetben a Békás megyei lakótelepről is jönnek, mert ott is elég közel van nekik az a képzés, különösen az, ami nincs az egyetemen, mert ugye biztos tudják, hogy az egyetemen 67 tanfolyamunk indul ebben a fél évben, tehát ott egy nagyobb merítéssel dolgozunk. Mi a helyzet azokkal, akik esetleg időbeosztás véget nem tudnak részt venni? Hogyan van itt az idő elosztva, és milyen időintervallumban van egy? Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert pro és kontra sokféle érvet lehet azzal kapcsolatban felhozni, hogy hogy mikor érdemes ezeket a tanfolyamokat tartani. Örömmel mondom, hogy nekünk a tanfolyamokkal sincs gond, tehát a tanfolyamok 99%-a mindenfél évben elindul, de a tanfolyamok túlnyomó része éppen azért, mert az 50 pluszosok nagy része még dolgozik, ezért inkább délutára esik. Viszont van egy-két olyan fizikai mozgás tanfolyam, ami délelőtt van. Hát itt az a baj, hogy, hogy nem tudjuk sosem melyik újunkat harapjuk meg. Mert van, amikor a, a délelőttire jönnének sokan, van, amikor meg a délutánira. Tehát igyekszünk nagyjából megfelelni a, az elvárásoknak. Van esetleg valamilyen tanács, hogy mennyi tárgyat érdemes és melyeket érdemes felvenni egy fél évre? Hát a legjobb hallgatóink, akik legaktívabbak, azok három-négy tárgyat szoktak felvenni ebből most 13-at hirdetünk szentendrén. Én azt mondom, hogy a fizikai, lelki, szellemi aktivitás érdekében érdemes beiratkozni mondjuk a geopolitikára, érdemes egy nyelvórára beiratkozni. Ha nincs számítástechnikai kompetencia, akkor a számítástechnikára, és mindenképpen egy fizikai foglalkozásra. Most a fizikai foglalkozásokért nem kell komplett fizetni, hogy nem csak kompletten lehet fizetni, így mondom, hanem alkalmanként is lehet fizetni. Tehát azt is megteti valaki, hogy lemegy és megnézi, és akkor úgy, úgy látja majd, hogy beiratkozik-e. Még egy picit egy mondatra visszatekerve az előadásokra, nincsen regisztráció. Nincs, nincs, nincs. Bárki nincs, ö, ö, nagy szeretettel látunk mindenkit. Ezzel szemben ugye a tanfolyamokra szükséges jelentkezni, hol és hogyan tehetik meg ezt? A tanfolyamokra jelentkezés az a korközpont honlapján, korközpont oldalon fenn van. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy engem fejlődnek telefonon, én elmondom, hogy mikor ügyelünk a, a korközpontban, és akkor jönnek és befizetik ezeket a díjakat. Most is már, ugye még van egy hónap, majdnem egy hónap, és már több mint 70 jelentkezőnk volt, a, sőt már ugye elindult a két fizikai edukációs tanfolyam, az egyiken 11-en, a másikon 12-en vannak. Tehát ez arra utal, hogy, hogy nagy lesz most is az érdeklődés, és hála Istennek most is el fogjuk kérni szerintem ezt a 120 körüli létszámot. Dr. Jászberényi Berényi József, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt. Én is köszönöm, hogy eljöttem. A nézőknek is köszönjük a figyelmét, viszontlátásra!